Adásunk kezdetén Magyarország nyugati szegletére látogatunk. A Jeli Arborétum területén található örökzöld mediterrán növényfajok változatos világa tárul fel előttünk. E fajoknak kiemelt szerepet szánnak a jövőben itt az arborétumban. A Jeli Arborétum fenntartója a Szombathely Erdészeti ZRT, mely nem csupán fenntartja, hanem fejleszti is az arborétumot. Az idei évben ültetünk több mint 440 új növényfajt, 130 különböző fajtából álló új gyűjtemény jön létre, melynek központi gerincét a mediterrán növények adják. A klímaváltozás hatására egyre több olyan növényt tudunk betelepíteni a Kárpát-medencébe, melyek 20-30 évvel ezelőtt elképzelhetetlenek lettek volna, például a Magnolia grandifrola, a Mississippi állam címer növényét adó örökzöld liliumfa, és ezek közé tartozik. Örökzöld növény révén egész télen rajt maradnak nagyméretű, csillogó zöld levelei, melynek fonáki része nagyon szép barnás árnyalatú. Virágai június végétől egészen az első fagyakig is nyílhatnak, elefántcsontfehér virágai nagyméretűek és illatosak. Termései tűzölcsokor terméságazat, benne pici, piros termésekkel, bogyókkal, melyek tovább díszítik a növényt. Ez a növény napos helyen, kertekben is jól érzi magát, van belőle törpefajta is, amely akár egy másfél-két méteres magasságnál is megáll, de hogyha van helye kibontakozni, bizony egy 15 méteres fává is tud nőni idővel. Ha lemegyünk Olaszországba, Padovába, a több száz éves nagyméretű fákat láthatunk. Ezek a növények Magyarországon is megtalálták a helyüket, és az egészen extrém hideg helyektől eltekintve bárhova napos részre ültethetők, és szívesen ajánlom. Kártevő, korokozómentes, a messzes és savanyú tulajt is bírja, egyedül a vízállásos részeket kerüljük, hogy azért ki tudjon száradni a gyökere, és kellőképpen meg tudjon fásodni a hajtása a télbe köszönte előtt. Az ültetési időszaka az a tavasz legyen, hogy az első telet már jól begyökeresedve tudja átvészelni, és akkor így meg tud nálunk maradni, és nagyon szép díszértéket ad kertünknek. A rómaiak úgy vélték, hogy az a terület, ahol az olajfa megél, az a mediterráneum. És Magyarország a klímaváltozás hatására kezd erre a területre átcsúszni, és a bátrabbak kipróbálhatják az európai olajfát is. Mellettem lévő példány egy 100 évnél is idősebb fa, amit Olaszországból egy idősebb ültetvényről emeltek ki. Már lehet rajta látni, hogy bogyókat is hoz, és hogyha képes elviselni a magyar teleket, akkor ez egy nagyméretű fává fog fejlődni. A nyugati faiskolák úgy hozzák be ezeket a növényeket, hogy Olaszország déli részein, azokon a területeken, ahol az olajfa termesztéssel fölhagynak, visszacsonkolják a fákat kb. 1 méter, másfél méteres magasságban, kiemelik nagy munkagépekkel, és egy évig cserében nevelik, és amennyiben a növény megered, úgy átültethető és hozható ide a közép- vagy akár nyugat-európai területekre. Ez egy nagyon szép örökzöld növény, és természetesen a termése is megfelelő előkészítés után fogyasztható, illetve az olaja is. De hát nagyon szép koros fát lehet faiskolában vásárolni, és ez egy különleges extra mediterrán hangulatot tud kertünkbe varázsolni. A kert alapítójának is fontos kötődése volt a mediterrán növényekhez. Gróf Ambrózi Migazi István Nizzában született a francia rivérán, és úgy vélte, hogy az loblevő örökzöldek iránti szeretete a gyermekkorából a születési helyszínéről származik. És most, bő 100 évvel később, 150 évvel később, már a Jeli Arborétumon is meg tudjuk tartani a pálmákat. Az egyik legtélálló pálma, a kínai kenderpálma, a Trachycarpus fortunei, az a Himalájának egészen magas szintjére, majdnem 3000 méter magasra felkúszik, és Magyarországon a mínusz 15, mínusz 18 fokos hideget képes elviselni. Rendkívül vastag szőrrétegével is igyekszik magát szigetelni. Ugye a pálma az egy egyszikű növény, tehát valódi törzsvastagodása nem képes, hanem a pálma szívből növekszik folyamatosan, és a régi levelek tartják ezt a törzset, ezt áltörzset meg. Nagyon szép aranysárga füzérvirágzata van, melyeken kék termések érlelődnek. Ez egy örökzöld növény, így télen is, akár ha ráhullik egy kicsi hó, még nagyobb díszértéket képvisel, és szintén a bátrabbak megpróbálhatják a kert legmelegebb részein ezeket a növényeket megtartani. Már több fel az országban láthatók több tíz éves példányok is, úgyhogy a klímaváltozás hatására
egyre inkább a pálmák közül ez a kínai kenderpálma is megtartható lesz nálunk, érdemes vele próbálkozni. A messzet is elviseli, a Budapesten, a Kerci Egyetemen, a Villányúton is több mint 30 éves példánya látható, itt a nyugati határszélen savanyú talajban is jól fejlődik, szintén arra érdemes figyelni, hogy pangó vízbe ne kerüljön, mert az elrothaszthatja a gyökerét, de talajban nem válogat, akár a kavicsos is jó neki. Öntözni nyáron, aki gondolja, az nyugodtan öntözze, gyorsabban fog tőle nőni, de öntözés nélkül is megmarad, hisz a tőlünk délebbi részeken, Olaszországban, a mediterránum más részein is megtalálható, és nem mindenhol locsolják, úgyhogy a szárazságot is jól viseli. A télállóság, ami még billeg, de ezt a mínusz 15 fokot, ha nem lépik át a teleink, akkor nagy valószínűséggel hosszú ideig velünk maradnak, és megtarthatók ezek a növények.